A gyermek nevelése olyan, mint a kert gondozása. Ha kellő talajon növekszik, ha szeretettel és gondoskodással nevelik, akkor szépen fejlődik jó termésre. Valamennyien, akik gyermekeket nevelünk, nagy a felelősség. Nehéz eldönteni, hogy mikor teszünk jót és mikor rosszat. Elfogadjuk egy gyermekünket olyan, amilyen, vagy hardba szállunk, hogy olyanná váljon, amilyenné mi szeretnénk. A válasz nekünk szülőknek kell megadni. Az eddig gondtalannak tűnő óvodás évek most véget érnek számukra és számotokra is. Új világba lépnek, hogy más helyen, más világban próbáljanak szeretnék. De egy kicsit álljunk meg, és tekintsünk vissza. Nektek szülőknek talán eszetekbe jut az első nap, amikor még zokogva lépték át az óvoda küszöbét, akkor is valami új, valami ismeretlen világba kerültek. Sírás, nehéz elválás reggelenként. Óvónéni, Gajka néni sok-sok türelemmel próbálták pótolni az otthon az anyát. Aztán egyszer csak valahogy beértek, igazi óvodások lettek. Megtanultak együtt, egymás mellett játszani, ténykedni. A kezdeti unalmas feladatok szép lassan élvezetes, élményhújtó feladatokká váltak. Kitartásuk nőtt tömött. Egyre több és több terhet bírtak el, előkészítve a későbbi ismeretek talaját. A sok közös élmények egy életre megmaradnak benne. A kirándulások, a csoportos és óvodai rendezvények. Barátságok alakultak, át is alakultak időként, de élték a gondolat mindennapokat, és szívták magukban ismert. És most itt állunk a búcsú küszöbön. Búcsút vesznek a csoportszobától, az óvodából, a játékoktól, az óvodai dolgozóktól, akikkel naponta találkoztak, és egy kis családot alkottak. Ez így van rendjén. Elindulnak egy új élményeket tartalmazó csodás világ felé. Kollégáim nevében köszönjük, hogy bizalmat adtatok gyermeketek neveléséhez, szeretéséhez. Az elkövetkezendő út bármilyen akadályokat is hoz, mindig álljatok mellettük, és mutassátok a helyes utat, és terelgessétek őket jó irányba. Akkor lesz igazi öröm az eredmény, ha együtt győzitek le a buktatókat. És most már hagyományá váló és tarisznya verset, amit mindig felolvasok, mert minden gyerek más, és úgy szépek, ahogy vannak. A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanád őket össze? Mindegyik más, mindegyik különleges, és mindegyik gyönyörű. És mindenkinek a sajátja a legszebb. És most fogadjátok sok szeretettel a kisújszorokat. Kis figyelmet kérünk, még sorjára.
zajlik. Olyan szépen dalolja, szebb legyen a tavasznál. Az óvodától Mukuc Maja. Búcsúzik az óvodától Puszka Máté. Búcsúzik az óvodától Kodák Dorina Fanni.
búcsúzik az óvodától Fekete Vivien. Búcsúzik az óvodától Gombos Botond. Óvodában. Magam, de igaztalom a kicsike, leszipom játékom, lemekelj a oda. Szeretnék megköszönni a szülőknek az elmúlt 4 év sok-sok segítségét, és szeretnénk, hogyha továbbra is támogatnák a gyermekértéket, és egy kis virággal szeretnénk megköszönni, hogy eddig megtiszteltek bennünket, hogy minket választottak a Kovó néninek. Nagyon szeretnék megköszönni a kedves óvó néniknek, Darka néniknek, hogy mindig itt vannak velünk, a dolgozóknak, Klárikának, Józsi bácsinak, meg a gazdasági segítségeinknek, akik mindig támogatnak minket és segítenek, úgyhogy nekik is készültünk egy kis verssel és egy kis ajándékkal. Óvodás kortárs a szépen, sosem felejtünk el téged. Homokozós libikóka, mennyi játék, mennyi móka, eddig tartott most itt vége.
volt csupán, hogy eldöntöttem, ki lesz anyám s apám. Megtaláltak a simogató kezek, tudtam, hogy jó helyre érkezek. Elkezdtek repülni a hónapok, sokat sírtam, hogy tud még baba vagyok. Aztán ez a néhány év is gyorsan telt. Most búcsúznék, de nem tudom, hogyan kell. Mert sejtem én, és szomorúan gondolom,